Sziasztok, Matilda vagyok, és ma szeretnék beszélni a 2017-ben olvasott kedvenc könyveimről. Az első Michael Morpurgótól a Hadak útján. Ez a könyv az első világháború idejében játszódik, és egy új perspektívát mutat, mert hogy egy ló szemszögéből látjuk az egész történetet. Joey, a ló meséli az egészet. Hát ez egy nagyon megható történet volt, és én nagyon szerettem, a film is készült belőle. Olvasni könnyű, mert igazából 170 oldal az egész, nagy sor közzel, úgyhogy könnyen és gyorsan lehet vele végezni, és nagyon megható maga a kötet. A második a kedvenc íromtól van, Rick Riordantől. Ez a Magnus Chase and the Gods of Asgard sorozat harmadik és egyben utolsó kötete. Hát igazából, hogyha valaki nem olvasta az első könyvet, akkor nem szeretnék nagyon spoilerezni, de azért választottam ezt a könyvet, mint kedvencem, mert egyrészt Rick Riordan a kedvencem, de másrészt pedig szerintem ez egy fenomenális zárása volt a Magnus Chase sorozatnak. A harmadik egy Jane Austen könyv, Emma. Hát ezt a könyvet nagyon régóta szerettem volna elolvasni, és nemrég végre sikerült is. Hát van egy gyengém Jane Austen iránt, úgyhogy nem csoda, hogy beválasztottam kedvenc könyvnek. A Jane Austen könyvei azért nagyon jók, mert így is úgy is happy end lesz a vége, ami nem árt, mert nagyon sok boldogtalan befejezésű könyv létezik ebben a kategóriában, úgyhogy ez ilyen feel good könyv. A történet arról szól, hogy Emma Woodhouse mindenkit mindenkivel összeboronál, de a saját szerelmi életét elhanyagolja, úgymond. Végül is ez bonyodalmakhoz vezet, de happy end. Na hát a következő az nem egy könyv, hanem egy teljes sorozat, de mivel nem tudtam volna választani külön egy darabot a hétből, így inkább egybeveszem az egészet. Na már most, ez valakinek lehet ismerős, ezek a Witcher könyvek. Ebből készítettek videójátékot 3-at, ha jól tudom eddig. Én igazából úgy jutottam el ezekhez a könyvekhez, hogy olvastam. Nagyjából 10 percnyi játékot láttam belőle, és úgy döntöttem, hogy jó, hát ez tök jó. Aztán hallottam, hogy van belőle könyv, úgyhogy egyértelműen meg kellett vennem. Úgy, és ami nagyon jó ezekben a könyvekben, hogy 7 van belőlük, hasonló, mint a Trónok harca, csak fele olyan hosszúak. Úgyhogy gyorsan lehetett velük végezni, és szerintem ebből az első le van fordítva, vagy a... Ja nem, az első 6 le van fordítva, jó. Szóval ebből 6 le van fordítva, és tényleg, hogyha valaki szereti az ilyen középkori kardozós könyveket, akkor azoknak melegen ajánlom, mert nagyon jó a története, nagyon jól meg van írva. És az utolsó, és egyben az ötödik, az egy karácsonyi kötet lesz. Ez a fiú, akit karácsonynak hívtak. Hát fogalmam sincs, hogy le van-e fordítva, de ezt a könyvet Matt Haig írta. Ez egy nagyon aranyos történet volt. Igazából az egésznek az volt a lényege, hogy kiderült végül is, hogy Télapó hogyan élt, mikor ő még gyerek volt, és hogy ő hogyan is lett az, aki. És nagyon-nagyon-nagyon aranyos volt, és bőgtem is rajta szerintem egy kicsit ott a vége felé. Vannak benne illusztrációk. Most keresem a rénszarvas, mert volt benne valahol itt egy jó rajz a rénszarvasról. Istenért nem találom meg. Ja, itt a rénszarvas. Ez Villámnak mondjuk magyarul. Szóval ez egy nagyon aranyos könyv volt, és az egyik, tényleg az egyik leglegkedvencebbem az idén. Tavaly. Az egyik leglegkedvencebb könyvem volt tavaly.
Igen, tavaly. Úgyhogy melegen tudom ajánlani. Na, hát ez lett volna az én 2017-ben olvasott 5 kedvenc könyvem plusz sorozatom. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett, és találkozunk a következő alkalommal.